Sziasztok, Bizsé vagyok, ismét itt vagyunk a Manhunt elbaszott, egy kibaszott, egy fostalicska, egy szar világában, és most már nagyon szét kell baszni mindenkit. Ugye a legutolsó videó során megcsináltuk 3 csillagra az előző pályát, ugye, amin kiidegelődtem, de viszont a jó hír az, hogy 3 csillag lett, tehát bele tudjuk baszni a nagy feka geci kését ebbe a bónusz fetósba megint, mert kaptunk egy posztert. Nézzük hát meg a posztert! Nézzük meg a posztert, a poszteren a The Lost című banda látható, akik én szerintem a következő pályán lesznek rajta, mivel hogy Camouflage and Protection Again Cost Being Heavy, lényeg, hogy egyébként szerintem ezek lesznek, mert Camouflage, úgyhogy az ezekre volt jellemző, nem ezt akarom, hanem nem ezt mondom, hanem Load Game. És akkor töltsük vissza az előző mentést, és akkor menjünk tovább, szépen ott, ahol a bajtunk. Igen, ezt a beteg, nem tudom mi a faszom, medvedisznó ember láttuk az előzőben, hogy éppen adnak neki valami ennivalót. Kibaszottú szép. Megint elhelyeznek minket a hintónkból, a taxi kidobott magából. Kik segítettek. Jó, szuper. Igen, itt lehet látni a kamuflagot. Itt is itt lehet látni annak a fekának a nagy kordját. Vaddogs. Ők a vaddogos. Vaddogs. Ők a Lost Vaddogs, akiknek a vezetőjük a Nick Fury. Szuper. Na betyár. Hát ez nagyon elő van. Viszont nekünk nincsen fegyverünk. Mivel az előző pályán elvették tőlünk ugyebár. Úgyhogy majd most óvatosan kell, mert ezt még nem tudjuk kinyírni. És nagyon remélem, hogy nem fogsz megfordulni, mert szétbaszom a picsádat, szuper. Nem fordult meg. Höpsz. Te se fordulj ide. Nagyon jó, ez úgy látom, ez már egy fegyház lesz. Viszont én szerintem ez már nem Bronxban van, hanem ez már Queensben lesz, mert ez a gyenge, faszerkezetű tető, ez arról árulkodik, illetve ez a fegyház és videótéka keverék, ez is egyébként ott jellemző, mivel hogy ugye ez a része a videótéka, és általában helysporolás miatt, mivel hogy köztudottan Amerikában főleg, mindig maximum létszámmal üzemelnek a fegyházak, illetve az elmegyógyintézetek. Néha ez itt a kihallgató, vagyis nem a kihallgató, hanem a látogatható rész, ugyebár itt szoktak leülni a betegek, és beszélni a látogatókkal, ugye hát ott volt a bejárat. Itt ez az ajtó, ez beszokták csukni addigra, arra az időszakra. De próbáljuk majd megkeresni valamelyik ilyen idiótát. Aha. Amíg várom, hogy elvegyem a nagy kését, biztos valami nagyon jó, brutál kivégzés van vele. Amint megfordul, megoldjuk a problémáját. Azt mondta, hogy fáj a feje egyébként, szóval itt az ideje, hogy segítsünk rajta. Sprung! Sprung ott a fejedbe! Bum! Ott a sprung! Figyeled? És így trédeltük be azt az egy zongora húrt egy jó kis késre, meg egy fejre. Úgyhogy egy fegyverből lett nekünk most 3, láttátok? Na ez most érdemes volt megjegyezni, hogy ezt így kell megcsinálni a pályának ezen részét. Gyere ide.
Biztos? Mert kapsz a fejedre egy kis ektoplazmát. Arra a jó kis kendődre. De nagy gangsta. Full cap-ben nyomod, te már olyan gangsta csávó vagy mi? Nézzük, mit tud a piros. A kurva életben, azt figyeld. Ott is lesz mindjárt egy fej, és lett még egy fejünk. Nagyon jó, hát eddig nagyon jól abszolváljuk ezt a pályát. Úgyhogy mondom még valahol. És itt van még a Sprung automata is. Egyébként nagyon érdekes, hogy már ilyen korán, tehát 2003-ban már tudták, illetve már kész is volt San Andreasból egy csomó objekt, például ez is, meg ugye az a burglar kocsi, amit az előző pályákon mutattam, az is már készen volt, nézzük Hell befőtt. Itt van egy csomó cserép, itt szokták elültetni a betegeket, bebasszák ide, föltöltik izzófölddel, lávával, és akkor benne elégetik a pöcsüket, hogyha nem bírnak velük. Abra van a videótéka, csak erre lehet menni. Mi van itt? Szuper. Semmi! Semmi nem állhat az utamba, egyébként pedig ez a kuka is vissza fog térni a San Andreasba. Ez is ugyanúgy fog kinézni. Hát ez nem. De az ott például több... Anyádat. Az ott az a légkondicionáló ellen például több GTA-ba is vissza fog történni. Vissza fog köszönni. Nem most nézem, hogy erre is el lehet pedig jönni, nem? Vagy erre voltam? Ja, itt van a cserébe izzó picsás. Igen, jó. Ezt föl kell vagdosni. Úgy, mint a következő kollégának az erejét fogjuk, nem sokára. Itt van a szaroda. Big Puff. Mi? Big Puff, mi a faszom? Big Puff, mi a kurva anyád? Hendrier. Betyár. Á, kurva anyád. Parolótó is van itt, gyerekek, hogyha esetleg kiütne a tűz. Na nézzük, hova ment ez az idióta faszkala. Te verébb, geci! Na, fölvettem a haladba fölöttet. Nem tudod, láttátok, nem tudott átütni a izén, azon a láva picsás szaron. De nézd meg, be balfasz. Fogócskázunk egy kicsit. Gyere ide, buzi. Erre futottam, igen. Na. Húha. És jöttek még. Nézzük, mit tud sárgával ez a csoda fegyver. Bam, bam, bam. Azt kurva. Úgy látom, ezzel csak fejezni lehet. Itt van az árt osztály, látjátok? Ez mögött van a sok gyökér. Oda nem akarunk bekerülni, oda nem szabad bekerülni, mert megbaszódunk. Eldobható. Haigálósunk már van. De én nem itt vagyok amúgy, csak mondom, hogy én... Ez csak egy hologram. Hologram, tesó, don't be mad! Kulázok, hagyjál békén, jó? Gyorsan sárga van, mert már jön a haverod. Így kell szépen lefejezni. Láttátok, milyen gyönyörűen lefejezte a csávót? Maradék nélkül. Bassza meg. Páú, ez megkóstolt. Szépen zsárgával megint. Nincs túl sok időm most itt izélni. Pirosazni, mert csinálni kell. Menni kell, ki kell nyírni mindet. Nincs kedvem megint annyi időt elbaszni, mint az előző pályán. Bom. Bom. Bam, itt a videótéka. Emlékeztek, itt van benn. Itt ki is van rakva, hogy az ordibáló majom csak 88 cent. Hallott befőtt, gyere ide, mehetünk tovább. Ennyi. Nem kell itt baszakodni. Sapon, ez az! Sapon hit!
Na. Igen, overrated. Totin, ez az. Sorry, yes. Azt akartam mondani, hogy sorry, yes, Saudi. Ismerős. Itt lesznek páran, igen. Meg ne fordulj a kurva, meg ne fordulj, meg baszlak. Hát ez szart se látok. Most sárga lesz. Jó, látjátok, hogy mennyivel csöndesebb a kék? Elég lehetett hallani. Csak egy szerencsére nem telepatikus egyik se. Nem tudták kitalálni, mit akar a csávó. Na, most ezt kitaláljuk mindjárt, hogy ezzel mit kezdjünk. Ott van benne a medve. Hoppá! Ez nem jó hely. Ez se jó hely. Ez lesz a jó hely. Ez jó hely, látjátok? Látjátok, hogy jó hely? Ez meg a Scarecrow. Azt figyel! Na ezzel most nem baszakodunk, lefejezem a faszomba. Hentes bárdal, mert azzal kell fejezni, látjátok? Ott van a medve. Nézzük, hol a medve. Szavasz medve! Megbasztam anyádat, menjünk tovább. Meghallotta, hogy trappolok. Trap zenét meghallotta. Hát ennek geci sok értelme van. Mi a faszom ez egyáltalán? Ups. Hello. Most ezt mit érzed, hogy... Erjen beléd! Elbújtam. Balfasz. Ott van a haverodnak a feje, látod? Pont ott lesz mellett a tiéd is, ne aggódj. Mi van odaírva? Ilyen köcsög madár ijesztő, azt van odaírva. Gyere ide, faszra húzok, bazd meg. Szép pirosat kapsz te is mindjárt. Ott van mindjárt a fejed, figyelj. Hopp! Bom! 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 Ja, kösz, tesó! Á, baszom bele. Ó, faszba vagyok. Ez tiszta útvesztő. A faszom tudja. Ha mondom, hogy a medve, bazd meg. I got the big ball energy. Figyelted, hogy végignézte, hogy megdöglik a haverja? Mekkora egy geci? Na, bazd meg. Erre mi van? Aj már. Benne voltam a bozóba. Ó, a bassza, meg nem erre kellett volna menni. Persze, hogy nem. Hát tudtam, csak elfelejtettem. Na most itt jó helyen vagyok. Mi van itt? Itt egy fej. Bazzag, itt egy fej. Ó, oh, ez hangos. Kine volt? Kine dugd a fejed? Kine dugd a fejed? Csá! Ám le bazzagot, men. Mm-hmm.
Aj, basz meg. De bazd meg, egy szart se látok, faszom, nincs ebben valami kameraállító, bazd meg, mert ez már frusztráló. Ahogyra menjek úgy vanyárba, ugye elfelé. Jó buzi. Nesze te mocskos faszopó feka. Tehátok, így esik le a faszopó fekák feje. Nem szabad faszopni. Na most ez merre? Amint oda érek, megfordul. Látod? Látod, mekkora kis geci? Mekkora kis germó buzi? Van erre. Úgy fuss el tovább. Nézzük, mit csinál a fehérrel a csávon. Azt a hát nincs be se, úgy látom, úgy is lefejezi. Hát nincs be se ezzel fejező. Ez ilyen fejezős fegyver. Bebasszuk a grizzlyhez. Grizzly be! Kroba! Aj, nem már! Csüldölöm, amikor a játék erre kényszerít. Cseréld le a fegyvert. Cseréld le a jól működő, megszokott, bevált fegyvert. Mert egy buzi grizzly medve nem bír a picsájával. Bele kellett ülni a vezítővasba. Faszomban. Na csináld már a dolgodat. Ember. Stay out. Jó, majd én tudom. Csapom. Jaj, persze. Hazug geci vagy. Fajjádat. Basszuk a picsáját, ennek is? Ennek most puskája van egyébként. És le kell vadászni puskás gecit. Le kell bujkálni. Szépen. Oldalról be kell kerülni. Picsája alá. Ez ott van a haverja, az már ott nézi a seggét. Mert meg akarja baszni. Megvárjuk, mert megfordul, nem fordul. Gyere! Jihá, azt mondja, jihá. Cowboynak képzeli magát a kis buzi. Csá, fordulj meg, légy szíves, mert csúnya vagy. Szávasz. Na, mit is csinál ez pirossal? Más köszön elfelejtettem. Bum! Ez a agyba benézős dolog. Végre visszacserélhetjük a jó kis késünket. Annyira nem tetszett nekem azért az a izé. A fejezős bizbasz, ez jobb. Nézzük, mi van a háta mögött ennek a faszopónak. Ha betyár! Hello! Ez ott jól érti magát. Baszki, csak kell a feszítő most. Anyád! Vagy nem, én voltam a mesteri. Ja, a buzi egyébként, izé, nyugtató lövedékkel nyomatja. Na, most itt termetted összes. És már jönnek is. Gyere csak, gyere, ez az. Á, kurva anyád! Hello! Hova már egy buzi árnyék, get faszki. Ezt most gyorsan kell sajnos.
Hát ezt most csak megfogjuk. Nem baj. Gyorsan kell, mit a haverja is. És már észre is vett, már célba is vett, már minden itt van. Meg akarja dugni a seggemet. Áááá, kurva anyádat! Hova bújjak el? Ide. Van egy szép üvegszilánkunk, egy alsó gatyába tekert üvegszilánkunk. Csak elbaszom. Hát csak elbaszom, ha nem bírom. Ne is elbassza, jó van. Jó van. Én nagyon elbaszom. Mi van velem ma? Bolygók együttállása. Az van. Faszom, mindjárt beleverem a szájába. Gyere ide, te büdös geci! Nézd meg. Remélem, te vagy az utolsó. Az utolsó hajtlakó. Gyere ide, szétszúr! Jó. Még egyszer. Gyere ide, szétszurkálom a szemedet, te buzi. Vagy nem, mert mindjárt megfordul úgyis. És nem. Szavasz, te geci. Na, úgy látszik, a hentes bárd az még mindig nem jó sajnos. De volt itt még egy üvegszilánkunk. És most viszont már elfogytak a nyomorultak. Úgyhogy mehetünk föl. Elad befőtt, az mindig jó jön. Itt mi van? Még több befőtt, nagyon jó. Jó, kéne ennek a csávon valami steroid, bazzeg, mert nagyon geci lassú, meg lomha. Kijátszuk. Valamikor most pont ki tudtam volna. Erre van szó, és most már nálunk van. Most már nálunk van a... Aha. Ó, de menő! A nyugtató lövedékes hangtompítós puska. Hangtompítós puska. Erről van szó. Most már haladunk valamire. Ez pedig a kis állatkereskedés, amiből egyébként csináltak egy ebédlőt. Mint láthatjátok, csórikámokat megnyúzták, és hát azt feszítették az ebédlőre, az ebédlőasztalokra. De itt lehet bevásárolni, illetve kikérni az ebédet. Nézzük, mi a mai menü. Rántott geci. Nagyon jó. Megpróbáljuk nem elszórnia. Hoppa, szavasz! Mit ordibálsz? Fáj valamit? Na, mindjárt fog. Oda bújj be, ez az. Nem kéne elszórni a mesterlövész puskák, mert az jó lesz még későbbre. Arra a medvedisztó emberre mondjuk. Betyára van mész.
Hello. Én fal vagyok. I'm le fal. C-ben pirosra. Minden milyen színű a víre. Víre, az. Nem bűsz a víre, te. Tegegy. Nem kell más írni. Arra van a kiút, de biztos se veszem, hogy valami átbaszás, mert az szokott lenni. Mint megszokottuk már ebbe a játékba. De, hogyha esetleg kulálni kell, akkor ide is el lehet jönni. Látjátok, ez itt az állatsimogatónak a budia. Bár, hogyha kellene valakinek esetleg. Gyere ide! Gyere ide, megbaszlak! Faszom bele már, gyere már! Geci csúnya vagy, te mit látsz azzal? Csárga ide! Erre van szó, kitépjük az ütőerét, ennyi, szavasz! Szopja a faszt! Na, menjünk! Vaja útra. Lépjünk vajra. Aha, befőtt. De most nem kell, mert tök jól vagyunk. Tök jól állunk. Igen, sajnos ide is kellett az utyak. Nem baj. Ó! Ó, hát ez egész jó volt, ez egész. Jó, gyors is volt. Igazából most mindenkit kinyírtunk úgy, ahogy kell. Nem tudom, ez a szeméttelepes pálya, ez valami undorító, egy trehány, egy szar, egy fostalicska, egy nagyon egy utálatos, egy faszra való szartaliga. Kész, nem lehet már rá mást mondani. Nézzük a következőt. Azt mondta a csávokám, hogy igazából itt most ez a családom, és hogy ezeket ugye elfogták, mint láthattátok, és hát ki fogják őket végezni a faszomba majd, hogyha észrevesznek engem, szóval most ezen a pályán most óvatosan kell játszani. Viszont az a rossz hírem van, hogy az majd csak egy másik videóban lesz, addig is viszont most egy dolgot hajlandó vagyok kipróbálni. Ezt a puskát így kell próbálni. Hopsz, azt hiszem az első az már meg is halt. Akkor, ezek szerint. Boldog, szuper. Boldog. Bum! De csak elkábítja kicsit. Nem baj, mert arra viszont pont egy időt, hogy hátam mögé megyek, aztán mint egy kis geciláda. Hátulról, bum! És figyeljétek, leváljuk a gecibe a fejét, figyelj! A kis puzi. Lenyiszatolja neki. Még alverja fia is itt van. Na jó. Hát akkor ennyi volt ez a videó is, srácok. Kösz szépen, hogy végignéztétek. Következőt majd nem sokára prezentáljuk. Sziasztok!